A KIFÜ által kiírt pályázat keretében a Mobilis nyerte el azt a vállalkozási szerződést, amelynek a Mobility Győr digitális élményközpont lett a megvalósult attrakciója. Ennek keretében már harmadik éve fogadjuk az iskolai csoportokat, várjuk az egyéni és családos látogatókat hétvégenként, és delegáltan az a küldetése és az a célja, hogy az IT pályák felé terelje azokat az érdeklődőket, és még nem érdeklődőket, de olyan embereket, akik nyitottak ezek iránt a pályák iránt. A Mobilis 2012-ben nyitotta meg kapuit itt a Győrben az egyetem kampuszán. Szeretnénk testközelből mindent megmutatni, szeretnénk, ha mindenki próbálható lenne. A csapatmunkát, a kommunikációs készséget, nyilván az IT-hez kapcsolható képességeket, tehát a kódolást, a játékos programozást, az algoritmikus gondolkodást tudjuk fejleszteni nagyon szépen. Hétköznaponként szakkörökre várjuk a gyerekeket. A mobil applikáció készítéstől elkezdve az animáció készítésen keresztül, a 3D nyomtatással, illetve egyéb padló és LEGO robotok programozásával is szeretnénk a gyerekeket az IT pályák felé orientálni. Hétvégenként családokat és egyéni látogatókat fogad a Mobility. Nagyon érdekes, hogy a többféle generáció és a többféle korosztály hogyan tud együttműködni és hogyan tud kreatívan alkotni. Volt már arra példa, hogy a 90 éves nagypapa az unokájával együtt mikrobitet programozott. Animáció készítéssel kapcsolatos pavilont alakítottunk ki. Van a kiállító térben egy külön padlórobotok számára alkalmas terület. A 3D nyomtatók is teljes körűen elérhetőek. Tartottunk már itt céges csapatépítő foglalkozást, amely tényleg fergeteges hangulatú volt. A Mobility, mint ahogy a nevében is szerepel, hogy digitális élményközpont, 2018-ban jött így létre, egy olyan hely, ahova elvárjuk és nagyon nagy szeretettel fogadjuk azokat a diákcsoportokat, akik szeretnének a digitalizációval egy kicsit jobban megismerkedni. Természetesen nem csak diákcsoportjaink vannak, hanem szombatonként jönnek családok is hozzánk, és közös jellemzőjük az, hogy valamilyen szinten mindegyikük ismerős a digitalizáció világában, használnak mobiltelefont, laptopot, tableteket, és mi itt azt szeretnénk nekik megmutatni, hogy hogyan lehet ezeket az eszközöket másra is felhasználni, nem csak arra, amit ők használnak, amit ők ismernek belőle, hanem kinyitni egy kicsit a világot. Mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az ideérkező gyerekeknek 21. századi képességfejlesztéseket tudunk biztosítani, hogy egy osztatlan tanulási térbe érkeznek, ami azt jelenti, hogy ugyan csoportokra osztjuk az ideérkezőket, viszont egyetlen egy térben dolgozunk velük. A hozzánk érkező látogatónak valószínű elsőnek azt tűnik föl, hogy mennyire fiatalos az a hely, ahova érkezik. Az első osztályosoktól kezdve egészen az érettségi előtt állókig tart az a korosztályi kínálat, amiből mi tudunk választani, és tényleg nyugodtan mondhatom, hogy tele a naptárunk, és mindig jönnek hozzánk különböző csoportok. Szóval az ő igényeiknek megfelelően választjuk ki mindig azt a programozási eszközt, azt a felületet, amivel a programozás elemeit megismertetjük velük. A Mikrobittől kezdve az Artek roboton át, a LEGO programozásig nagyon sok mindent tudunk kínálni a hozzánk érkezőknek. Nagyon fontosnak gondoljuk az animációkészítés rejtelemeibe történő beavatást, ezt is minden évben, az idejében egy másik eszközparkkal mutatjuk meg a hozzánk érkezőknek. Van egy olyan digitális, nagyon egyszerű kis szabadulószobánk, ahol egy akkumulátort kell kiszabadítani a gyerekeknek. Itt például szövegértési képességeiket és készségeiket is csillogtatni kell. Természetesen foglalkozunk az okos otthonokkal, az okos várossal. Most például egy vonatnak az irányításában ismerkedhetnek meg a gyerekek azzal, hogy hogyan működnek az érzékelők és hogyan tudják módosítani a segítségével a vonatnak az útvonalát egy pályán. A mi kínálatunk azt gondolom, hogy pontosan azért, mert minden évben, minden időszakban megújul, minden alkalommal, amikor ide érkeznek a hozzánk látogatók, nagy élményt jelent fiataloknak és időseknek egyaránt.